Határok nélkül a Kossuth Rádióban. Antal József Magyarország rendszerváltozás utáni első miniszterelnöke tiszteletére avattak mellszobrot a Partiumi Székelyhídon. A református templom kertjében álló szobor az első Romániában, amit a politikusnak állítottak. A riporter Ionescu Nicolet. Miért ezt a helyszínt választották? Milyen apropóból? Makkai Zsolt, az Antal József Alapítvány kurátora. Én itt éltem gyermekkoromban Székelyhíd mellett. Antal József halálának 20. évfordulóján a legmaradandóbb emlékkel emlékezhetett az alapítvány a mai napon. Komoly, európai államférfi volt. Antal József miniszterelnöknek nem ez az első szobra Külhonban, már Horvátországban állítottak egyet, Erdélyben, Romániában viszont ez az első. December 12-én Zágrában koszorúztuk Antal József szobrát. Az alapítványunk célja, hogy ahol csak lehet szobrot állítsunk a következő években, évtizedekben. A következő szobor az Felvidéken és a tengeren túlon az Egyesült Államokban készül. Az alapítvány komoly célkitűzése, hogy Antal Józsefnek valódi, maradandó emléket állítson. Az első államférfi volt, aki kimerte mondani, hogy mi magyarok együvé tartozunk, és ő mondta azt a máig élő mondatot, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánt lenni. Mi azt mondjuk, hogy ezt a gondolatot tovább kell vinni, sőt, mi azt szoktuk fogalmazni, hogy 25 millió magyarban kell gondolkoznunk, hiszen sok az olyan másod-harmad generációs magyar a világban, akik angolul, franciául vagy más nyelven beszélnek, de érzik és őrzik magyarságukat. Mit jelent az érmelék? Hogy épp itt avatták fel először Romániában Antal József mellszobrát. Szabó Ödön parlamenti képviselő. Egy megtiszteltetés. Örülünk annak azok, akik innen származnak el, nem felejtik el szülőföldjüket, és az alapítvány kurátora érmelléki származású, és nagyon örülünk annak, hogy hazatalált ez a szobor. Én azt gondolom, hogy nekünk, az érmelléki magyaroknak, Bihar megyei magyaroknak, erdélyi magyaroknak az a nemzetpolitikai fordulat, amely az ő miniszterelnöksége alatt megtörtént, ahol a célkitűzéseket megfogalmazták, ahol úgy érezhettük mi is, hogy annak a nemzetnek újból részesei vagyunk, nem egy lemondó közösség, a magyar állam közössége, ahol talán el is hallgatták nagyon sokszor azt, hogy határon túl élnek magyarok, ő újból kitágította ezt a szemléletet, és mondhatnám azt, hogy egy olyan keresztény értékrendű politikus, amelynek köszönhetően nem véletlenül őt választották, amikor az Európai Parlament legújabb szárnyának, épületének akartak nevet adni. Keresztény demokrata értékrenddel ezt az épületet Antal Józsefről nevezték el. Mi jelenleg a mostani körülmények között az ő nemzetpolitikai öröksége? Nem megmondani akarta, hogy mit gondoljanak határon túl, hanem azt mondta, hogy azt az értéket, értékrendet, közösségi érdeket felvállalja a mindenkori magyar kormány, és azt támogatja. Ez egy nagyon fontos örökség, amit én azt gondolom, hogy a mindenkori magyar kormányoknak figyelembe kell venni, hisz erről az örökségről a határon túli magyarság nem volt hajlandó lemondani azt, hogy megfogalmazza saját érdekeit, és azt minden egyes szinten képviselni próbálja.